Magyar Földrajzi Múzeumban vehette át a bonyhádi középiskolai tanár Gruber László azt az elismerést, amit Magyarországon csak a legnagyobbak kaphatnak meg földrajzi berkekben. Hát így fél száz éven túl az ember kaphatott már néhány elismerést, és én nem panaszkodom, elég sokkal megtiszteltek már akár itt Bonyhádon szűkebb pátriámban, vagy akár megyei szinten, országos szinten, de a mostani Teleki Sámuelről, a nagy Afrika kutatóról és utazóról elnevezett emlékérem kiérdemlése, azt mondom, hogy talán minden földrajzosnak a pályájának valamilyen szinten a csúcsát jelenti. Jelképesen úgy is mondhatnánk talán, hogy ez a földrajzos szakmának a Kossuth díja, hogy nagy szavakat használjunk. Nem azokat terjesztik erre föl egyrészt, akik sok utazás mellett azt az ismeretanyagot átadják, amelyet ott megtapasztaltak, legfényképeztek, levideóztak, stb. Illetve erről cikkeket írnak, előadásokat tartanak, ezen felül pedig, amiért elsődlegesen alapították, hogy tudománytörténeti kutatás szintjén is foglalkoznak ezekkel az utazókkal, felfedezőkkel, és hát természetesen itt elsősorban magyar utazókról, felfedezőkről van szó, de szóba jöhet akár külföld is. Viszont ami számomra különösen értékessé teszi ezt a díjat, ez az, hogy hát egy évben egy ember kaphatja ezt meg az országban, nagyon ritkán adják külföldieknek, és olyan emberek kapták meg előttem, mint egykori professzorom, aki hát mondhatjuk a szakmában igencsak híres ember, Jakucs László, vagy egykori jó barátom az Etiópiában elhunyt Fábián Tamás. De a még élő Szilasi Péter, vagy a híres operatőr Csíke Zsolt is az egykori díjazottak között van. Általában egyetemi professzorok, egyetemi tanárok, docensek, többek között Kákosi László, a nagy egyiptológus, és Egyiptomban sokat kutató, sajnos ma már ő sincs köztünk, ő is kiérdemelte ezt. Úgyhogy azt mondom, hogy ezek mellé, a nagy emberek mellé bekerülni, nekem egy nagy büszkeség, de mindig bennem mozog az, hogy mivel érdemeltem ki. Kubasek János, az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója volt az, aki felterjesztett erre. Egyébként a napokban került sor ennek az átadására, és ő volt az, aki méltatta eddigi tevékenységemet. Most számoltam össze nem régen nagyságrendileg, hát most már több mint 400 előadást tartottam az utazásaimról az ország különböző pontjain, sőt, most már Bécsből érdeklődtek, illetve már megvan az időpont, a kolozsvári Bábesbújai Egyetemre is megyek előadni majd a közeljövőben, és ennek kapcsán is, az ismeretterjesztés kapcsán, és ahogy említettem már, ezek a híres vagy kevésbé híres magyar utazóknak, felfedezőknek a emlékének megőrzése kapcsán is szükséges, hogy ezt tegyük, hogy ismerje mindenki, vagy többség ezeknek az embereknek az életútját. Ezt a díjat, és ezt tegnap így be is jelentették ezen a konferencián, ezt eddig még középiskolai tanár nem kapta meg, úgyhogy ez azt mondom, hogy ebben is ők újítottak valamennyit, és ez különlegesen jól esett tényleg, hogy én ezt megkaphattam tényleg, és hát még mindig nem merem azt mondani, hogy kiérdemelhettem, de hát itt van már a kezemben, úgyhogy most már ezt remélem, hogy nem veszi el tőlem senki. Arról nem is beszélve, hogy a díjat a Magyar Földrajzi Társaság alapításának 150. évfordulóján kaphatta meg a tanár. És hogy tudja ezt még mindig ilyen lelkesedéssel és lendülettel csinálni? Azt mondom, hogy nekem a munkám is a hobbim. Tudom, hogy ez egy ilyen közhelyszerű dolog, de mikor valaki azt mondja nekem, hogy az az iskola jó, ahol nincs gyerek, és sok pedagógus ezt mondja, vagy vízből, vagy nem, ez nem így van. Én bevallom, nekem volt olyan, hogy egy ballagás után, délután visszaérkeztem ide a gimnáziumba, és végignéztem az udvaron, és kicsordultak a könnyeim, mert hiányoztak a kölkök. Tényleg ez van, meg azt is mondom, hogy nem arról kell beszélni, hogy szeretjük a gyerekeket, hanem legyünk velük. Hát én ezt tettem az előző egy-két évtizedben itt Bonyhádon is, aminek fogalmazunk úgy, hogy meglett a pozitív és meglett a negatív eredménye is, de most nem erről kell beszélnünk szerintem, hanem az, hogy a tanítás az egy jó dolog, én úgy gondolom, ha az ember szívvel, lélekkel csinálja. A másik dolog pedig, hogy azon felül pedig jó néha az ismeretterjesztés más irányban is, legyen az akár egy rövid film elkészítése, legyen az akár egy előadás. Én úgy gondolom, és ezt a
elődeimtől, többek között Fábián Tamástól tanultam, hogy ha utazunk valahová, arról készüljön egy anyag, készüljön egy előadás, és ezzel az előadással jó járni az országot egyébként. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy számtalan Tolna megyei kistérségi könyvtár meghív. Ott, ahogy összegyűlnek a kis könyvtárakban, nekem óriási élmény az, hogy megjelennek az emberek, érdekli őket, és kérdeznek is sokat. És ezt csinálom, és azért bevallom, természetesen ezért némi ellenszolgáltatás is jár, és akkor ez egy jó kis kiegészítés itt a fizetésem mellett. Úgyhogy ez jó, de ugyanakkor, ha nem szeretném csinálni, biztos nem csinálnám. Most gondold el, hogy végig tanít. Általában nekem egy napon 6-7 vagy 8 tanórám van. És azt végig dumálom, ugye, mert én az vagyok, hogy kiállok és dumálok, kérdezek is néha, de nem nagyon hagyom szóhoz jutni a kedves diákokat, mint hogy téged se nagyon jelen pillanatban, és akkor utána pedig egy kis szusszanás, beülök az autóba, és megyek, és én szeretem ezt a műfajt. Gruber László azt is hozzátette, fontosnak tartja, hogy ezeket az értékeket olyan helyekre is elvigye, és olyan embereknek is megmutassa, akik nagy valószínűséggel sosem jutnak el ezekre a vidékekre. Ugye, amikor az állóvízbe egy kicsit bedobunk egy kavicsot, tényleg egy falu életében, és én örülök neki, hogy ez megmozgatja őket. És mondom, nagyon érdeklődőek. Nagyon érdekes, hogy adtam én már elő mérnökklubokba, egyetemeken, stb. Sokszor, de még itt a gimnáziumban is nagyon ritkán kérdeznek a gyerekek. Hál' Istennek itt már sikerült őket rászoktatni, hogy az előadótól kérdezzenek, érdekelje őket. És ők pedig kérdeznek, de aranyos néha, tehát megy az előadás, és közbe kérdeznek ez is, de hát most nem fogom leállítani, nehogy elfelejtse esetleg a végére. Úgyhogy ez szerintem egy nagyszerű dolog, és épp tehát, hogy annyi felkérés van, én igyekszem mindegyiknek eleget tenni,